Zuglóból jelentkezem, szervusztok! Itt éppen most kezd esni az eső. Zugló fölött is, és a város fölött egy ilyen vihar zóna halad át. Körülbelül egy óra hosszán keresztül tart. Teljesen kihalt, és csöndes az egész környék. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy az egyes madarak, mint a dolmányos varjúk, ahogyan a fa alatt, a fák alatt, a zöldben néha felnéznek az égre, ha elmegy egy repülő például, vagy valami, ami nagy zajt kelt. Szóval az ilyen fák tövében élő lények lent a földön. Nagyon tanulságos az ő dolguk, mert mint Isten teremtményei, élő lények érzékelik, hogy itt úgy el vannak. Aztán Jézus dolga is nagyon lényeges, hogy ő megmondta, hogy a választások nagyon fontosak. Kifejtette, hogy bizony az embereknek jól kell élniük. Ez az igazi cél. Semmi egyéb, mint a jó lét. Szóval azért jöttem, mondja ő, hogy az embereknek jó életük legyen, és bővölködjenek, és ne szenvedjenek hiányt semmiben. Gyakorta elhúz egy-egy repülőgép a fejünk fölött. Az éghez képest a lenti földi élőlények, de köztük még a madarak is, érzékelik a dolgokat, a valóságot. És tisztában vannak azzal, hogy mik az esélyeik. Isten tartja fent ezt a harmonikus egyensúlyt a világban, és mi ehhez kell, hogy alkalmazkodjunk. Jézus szavai tökéletesen megmondják, hogy mi a helyes, mihez tartás az emberek részéről. Mi is ugyanúgy, mint a többi élőlény, tudjuk, hogy mi a jó, tudjuk, hogy mi a helyes, tudjuk, hogy merről fúj a szél, és hogy hol tartanak az események. Nem áltathatjuk magunkat, hogy senki nem tudja. Mi is tudjuk. Mindenki tudja. Szóval Isten felfogása szerint is van választási lehetőség. Szóval ez szinte állandósult, ami a légi forgalmat illeti. Szóval van választási lehetőség. És tudnunk kell helyes döntéseket hozni, és nem vagyunk információk és támpont nélkül. Nem csak a lelki ismeret, de még az is a rendelkezésünkre áll, hanem vannak egészen konkrét eligazítások, tapasztalatok, valóság arra vonatkozóan, hogy mi a jó, mi a rossz, de főképpen, hogy mire van szüksége az embernek. Jézus ilyenképpen egyfajta demokráciát hirdet. Az ő országa egy olyan ország, ahol az urak is szolgák, de mindenki úr. Tehát tulajdonképpen ő egy demokráciáról beszél, ha bár nem is a szónak ebben a jelentés tartalmában és ismeretében, mert nem fontos, nem lényeges, hogy most demokráciának hívják, vagy egyszerűen Isten országának, de Isten országa valóban jóléti állam. Gondoljunk a keresztényekre évezredek alatt Európában, ahogy a vidéki közösségekben élték az életüket, a falvakban, a parasztvilág
és tudták jól, hogy ők most Isten országát építik. Majd eljött a nagy változás, és megtörtént a csoda, hogy a javakat végre elkezdték elosztani egészséges módon. Azt mondták, nem építünk többet nagy palotákat a királynak, nagy udvartartást, kastélyt, parkot, mint ami előtte gyakorta megtörtént, hanem azt mondták, mostantól mindenkinek fog jutni ellátás. És ezt a keresztény Európa találta ki, vagy jött rá, nagyon helyesen, és mi most ebben élünk, emberek. Ezt kell tudnunk elfogadni, szeretni, és védelmezni. Itt Magyarországon is. Ez lenne az indokolt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!